Szeretettel köszöntök mindenkit a Biocom cégnek a hivatalos tájékoztatójás tartképzésén, és elsősorban március 8-án lévén a hölgyeket köszöntöm a Nőnap alkalmából, és engedjétek meg, hogy egy kis csoportban egy műsort adjunk, egy félórás műsort, amelynek az első részét az interneten megosztjuk azokkal is, akik nincsenek itt. Erdélyiekkel, őket is nagy szeretettel köszöntöm, a Ferenciágat és az Öpönet Biocom cégnek a többi ágának is, minden kedves nőtagját és családtagját, és természetesen minden kedves munkatársunkat. És a műsort hadd kezdjük egy csodálatos személyt, aki a harmóniát és a békét sugározza számomra, és abszolút hitelesen egy csodálatos művész szeretnék köszönteni, aki a műsort adja ma nektek, Csongrádi Kata művész. Isten éltessen minket, nőket, Isten éltesse az oltánokat, vannak? Igen. Hol vannak? Igen, éltesse bátortalanul teszik, én is Zoltán vagyok. Isten éltesse a Jánosokat, a Lászlókat, a Pistiket, Komáromi Pisti barátomat. Isten éltesse minden férfit és minden nőt. Elvégre kék az ég, és süt a nap, és van minek örülni. És ragadjuk meg az alkalmat, igenis, hogy mindig annak örüljünk, aminek lehet. Ezért az első dal címe nem véletlen az, hogy örülj vele! Egy kis tesszal be is segíthette. Munkem a legjobb orvosság, add el a fáradok. Rossz napok után jönnek majd a hívált jó napok. Tudom, hogy vannak rossz napok, ne is törülj velük. Szólítsd örömet két kezed, harcolj ellenük. Igazság.
Bizony, megkotja. Persze, itt amikor beléptem, kérdezték a hölgyek, hogy de hát, mitől bírja így magát? És azt mondtam, hogy most el fogom mondani. Hát valójában a titok a méregtelenítés. Mert ha az ember mérges, akkor ugye itt kiülnek a ráncok, bemélyednek, és a sok méregtől olyan kedves, aranyos banya kinézet lesz. Ami ugye nem tesz jót nekünk, hölgyeknek, de a fiúknak se. Tehát kétféle méregtelenítés létezik. Az egyik, amit ugye a szánkon keresztül táplálék formájában eszünk, iszunk, nem mindegy, hogy mit, hogyan, és ebben nagyon nagy segítséget adnak legalábbis nekem az algák. A drága barátnőim úgy is mondják, hogy a kata moszatot eszik. De így igaz, nem? János, moszatból készül az alga. És kérdezem én, mitől olyan egészségesek és gyönyörűek a halak? Hát nem igaz? Moszatot esznek. Na jó, algát. Úgyhogy hála Istennek János gondoskodik arról, hogy én méregtelenítsem a szervezetemet. Ez ugye, ami kívülről megy befelé. De a másik, az legalább ilyen fontos, hogy nem mindegy, hogy mit adunk belülről kifelé. És én az elmúlt évtizedek során, amikor nagyon keserves harcot vívtam édesanyám és a férjem életben maradásáért, akkor rákényszerültem arra, hogy megtanuljak egy csomó olyan módszert, nem titok, ezek meditációs módszerek, amelyek segítségével képesek vagyunk a negatív energiát pozitív erővé alakítani, a betegséget egészségé, az elfáradt sejteket képesek vagyunk megújítani, a szomorú sejteket képesek vagyunk megvidámítani. Ez a belső nap technika, amit én a Yucatán félszigeten sajátítottam el, és Szepes Máriának köszönhetően utaztam el oda. Ezt én tovább is adom könyvben és a meditációban mindenkinek, aki szeretné megtanulni. Illetőleg ennek elkészült egy zenés, táncos verziója, az Angyali Show, ahol zenében és táncban is továbbadjuk ezeket a tanításokat, hiszen nem véletlenek ezek a régi rítusok. Azt mondják, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik, aki táncol, háromszorosan. Hát akkor miért ne imádkozzunk háromszorosan énekkel, táncol is? De visszatérve a nőnapra, én csak a mennyi? 35 évi házasságom alapján ítélkezhetem a kedves férfiakról. Nem tudom, van egy tanasszonytársam, aki esetleg ennél régebben viseli a házasság gyönyörűségét. Hány éve? 40? Ön 40 éves? Nem egészen. De olyan jó, meg sem viselte az ura, komolyan mondom. Az ön keresztneve? Ibolya. És ilyen szerény is hozzá, mint az Ibolya. Elhozta az urát? Nem. Talán ezért ilyen tartós a házasság. Van, aki ennél rége? Ott is jelen. Mennyi? 38. A kezdes férjes segítettek, igen? Ott van mellette. Az ön keresztneve? Erzsébet. Szent Erzsébet. 38 évi házasság. Hogy? A fiút hogy hívják? Itt van mellette. Ott van mellette. És az ura keresztneve? Misi. Mihály. Misi állja? Mihály. Szent. Napszoljunk meg. De
még valaki jelentkezett. Igen? Hány éve? 51. Ez nagyon jó. Az ön keresztneve? Margó. Szent Margó. Ez sem biztos. Hát én kérem szépen, csak egyet tudok mondani. Bármelyik asszonytársam, aki nem 51 évet, csak 51 percet töltött az önök társaságába. Mit mondjak magára bajszos? Teremtés koronája. Hát csak azt mondhatja, amit él. Hogy megéritek a pénzeteket. Ti! Férfi.